A Keszthelyi Burgonya Kutatási Központ burgonyáinak kedvezett a nyári időjárás. A sok csapadéknak köszönhetően jó minőségű és mennyiségű termést tudtak betakarítani idén is. Az eddig a Pannon Egyetemhez tartozó központ átszervezése miatt a betakarítási munkálatokat a szokásosnál később, csak október végén tudták elkezdeni, ez azonban nem eredményezett minőségromlást az enyhe őszi időjárásnak köszönhetően. A Szent István Egyetemhez tartozik most már a Burgonya Kutatási Központ. Ez az átszervezés ez pont beleesett abba a betakarítási időszakba egyébként, amikor a munkát el kellett volna kezdeni. Ugye? Szakmailag augusztus 20-a környékén szoktuk elkezdeni a betakarítást, és legrosszabb esetben is szeptember végére be szoktuk fejezni. A betakarítás utolsó napjai a botont fajta feldolgozásával teltek. A fajta egy B-típusú burgonya, amelynek keményítő tartalma közepes, így ez a főznivaló burgonyák csoportjába sorolható. Sütési célra egy magas keményítő tartalmú, C-típusú burgonyát ajánlott választani, mivel ez nem képes felszívni nagy mennyiségű olajat. Az A-típusba a saláta burgonyák tartoznak, amelyeknek gumói főzés után is egyben maradnak. Magyarország burgonya termesztése azonban jelenleg nem képes kiszolgálni az igényeket, ezért importra van szükség. Fontos lenne az, hogy az ország önellátó legyen ebből az alapélelmiszerből, mint burgonyából, holott ez már nem így van. Tehát körülbelül egy 25-30%-nyi importra szorul már az ország. Ez részben abból is adódik, hogy nincsen elegendő vetőburgonya a termesztők számára. Intézetünknek egy fontos feladata ez, hogy a jövőben a hazai ellátást, a termelést minél inkább a saját fajtáinkra alapozva tudjuk biztosítani, és ehhez a vetőgumót előállítsuk. A Burgonya Kutatási Központ a betakarított burgonya megfelelő tárolására is kiemelt figyelmet fordít. A szükséges körülmények megteremtéséhez hűtő és levegőztető berendezést is alkalmaznak. Mint alapvető élelmiszer, a burgonya kiemelkedő jelentőségű étrendünkben. Habár a közfelfogás szerint a burgonya fogyasztás túlsúlyt eredményezhet, a központ igazgatója kiemelte, hogy az elkészítési mód a kiegyensúlyozott krumpli fogyasztás kulcsa.